Na, lehet, hogy lesz ebből felvétel? Úgy kéne lennie. Ha már egy ilyen jó napunk bár... volt, akkor koronázzuk meg egy felvétel. Legalább egy logbookkal. Igen, mondjuk elég furcsa, hogy nekem van a legtöbb hírem. Ez fordítva szokott lenni. Engedünk érvényesülni. Hát kidobunk belőle, ne izgulj. Általában. Jaj, miért ugrál a hangsávom? Miért ugrál a hangsávom? A legális Windows átka. Na mindegy. Na milyen helyzet veletek? Nincs, te hol voltál? Késésbe vagy? Én itt voltam, hát az van, hogy bele voltam feledkezve egy dologba, konkrétan abba, hogy tanítottam a fiamat. És miközben, hát tanítottam őt különböző szakmai fogásokra, elszaladt az idő, és be kellett fejezni, és fel kellett kísérjem vissza a lakásba, és akkor még volt egy-két ilyen apróság, hogy mit tudom én, kézmosás, meg pisilés, meg akármicsoda, és hát így épp hogy ideértem, és akkor elkezdett nekem itt hisztizni a Zoom, aztán meg elkezdett az Audacity nem érzékelni, és akkor a Zoom elkezdte átállítani ezt a hangerőt, vagy hát a mikrofongényt, úgyhogy egy kicsit így zilált vagyok. Hírem is kevesebb van most, nagyon érdekes feladaton dolgozom a Melónban, ami egy kicsit elvont most attól, hogy nagyon a híreken lovagoljak, de azért majd lesz miről beszélnem, nem kell aggódni, viszont inkább szívesen mesélek egy kicsit arról, hogy milyen feladatot fogtam ki. Az van, hogy van egy hálózati eszköz, de ugye már beszéltem az előző adásban. Már ez security? Igen, ez security kérdés. Szerintem nem, ez ilyen általános dolog. Szóval van egy hálózati eszköz, aminek van szabályrendszere, és a szabályrendszer TCL nyelvben van megírva. De nem saját, de nem teljesen az a nagyon hivatalos TCL, tehát az teljesen szabályos TCL, hanem egy kicsit ilyen sajátos. És én nem tudtam eddig TCL-ben programozni, de hát el kellett kezdenem ugye ezt gyorsan átnézni. Ugyanis az a feladat, hogy van egy input, ami bemegy, és abból kell megnézni, hogy mi jön ki a szabályrendszeren keresztül. És ezt nem tudja ez az eszköz, mert ezt menet közben csinálja, transzparensen, de nekünk az a lényeg, hogy ne a eszköznek a bemenetére tegyük be a jelet, és nézzük meg, hogy mi jön ki a végén, hanem próbáljuk meg lemodellezni, vagy legalábbis kiszedni belőle azt, hogy miből mi lesz. És hát ugye TCL-ben van, rájöttem, hogy Linuxban is van TCL interpreter, TCL SH-nak hívják, ez olyan, mint a Pythonnak, tudod a Python shell, amikor meghívod, és akkor ott lehet beírni neki parancsokat, a TCL-nek is lehet írni, a TCL egyébként egy the tool command language, azt hiszem az a neve, ez egy ilyen magas szintű operáció, vagy magas szintű nyelv, magas szintű programozási nyelv. Minél magasabb szintű egy nyelv, ugye annál absztraktabb, annál több absztrakciót tartalmaz, és annál kevésbé kell foglalkoznod a apró dolgokkal, hogy hogy nyitod meg a fájlt, meg ilyesmi, ez így levesz rólad mindent. Ennek van előnye és hátránya is. Minden esetre az van, hogy az a kód, ami ennek az eszköznek a szabályrendszere, az nem teljesen futtatható úgy, ahogy van a TCLSH-ban, mert mindenféle, azért tehát kicsit másabb a szintaxis, és akkor elkezdtem erre kidolgozni, írni valami konvertert, valami interpretert, ami átfordítja ezt a szabályt olyan szabályra, olyan TCL futtatható, hát ilyen kis scriptre, ami működik, és akkor elkezdtem nézni azt, hogy miket kell változtatni, és akkor kellett, mit tudom én, kellett változtatni például a változók nevén, ki kellett venni belőle dolgokat. Például két darab kettős pont van benne, amit nem tud értelmezni ez a dolog, így ahogy van, ahogy én akarom használni, ezért azt ott ki kellett onnan venni, és akkor még egy csomó mindenen változtatni kell. A változók nevét például dollárjellel kell kezdeni, akkor amikor már hivatkozok rá, ugyanúgy, mint a Pythonban, vagy Pythonban, hogy ha deklarálod a változót, és adsz neki értéket először, akkor nem kell dollár, de azt hiszem, hogy utána már kell dollár, ugye? Vagy nem kell a Pythonban? Pythonban nem kell. Jó. Akkor melyikben kell? Valahol kell. Bash. Tehát a sima shell scriptekben. Na igen, a Bashben például. Ja, meg az SH-ban. Na, a TCL is hasonló, tehát tudsz változót deklarálni, definiálni, értéket adni neki dollár nélkül, majd utána, ha hivatkozni akarsz az értékére, akkor kell elé a dollárjel. Jó? Ez viszont a szabályrendszerben, a szabályban nem így van megvalósítva, hanem ott dollár nélkül van. És hát ebből vannak gondok. Mindegy, egy a lényeg, hogy ez egy újabb dolog, amit állítani kell, és ez szövegkonverzió. Tehát ez egyik szövegből másikat kell csinálni. Van erre egy tök jó Unix parancs, vagy Linux parancs, a SED, a Stream Editor. Na, és akkor abba ástam most bele magam, hogy a SED-nek, a SED-et hogy lehet ugye legoptimálisabban használni, és nem tudom, tudjátok-e, hogy a SED-nek lehet adni parancsfájlt. Tehát ugye eddig általában én úgy használtam a SED-et, így tanultuk az offszeken is, hogy SED, apostróf, mit akarsz csinálni, mit akarsz cserélni, mire, és apostróf bezár. És akkor azt
és keresztül engedjük rajta azt a streamet, amit akarunk szerkeszteni, és ő megcsinálja benne a kis műveleteket. De lehet olyat is, és hogyha egymás után két dolgot akarsz csinálni, akkor például ezt eddig úgy csináltam, hogy egy szed, majd a eredményt még egy szeddel megcsináltam, majd ha még valamit kellett, akkor még egy szedet beleraktam, és így szedek mentek párhuzamosan, és egymásnak adták át a streamet. De nagyon jó az, hogy lehet olyat csinálni, hogy adsz egy fájlt neki, megadod a fájlt, és azt mondod, hogy ez a te parancsfájlod, ebből dolgoz, és egymás alá felsorolhatsz rengeteg szed parancsot, és mindegyiket végrehajtja azon a streamen, ami keresztül megy rajta. És gyakorlatilag így tudtam definiálni egy olyan fájlt, egy olyan szabályrendszert, ami a hálózati eszköz konfigjában szereplő szabályból, rule-ból konkrétan működő, futtatható TCL-SH-t dob ki a végén. Még az elején mindenféle bas mágiával, shell mágiával tettem az elejére egy kis ilyen fejlécet, ami beállít néhány alapvető változót, és a végére pedig, ami kiírja ezeknek a változóknak az értékét, és maga a rule pedig a belső működése alapján ezeket a változókat manipulálja, és gyakorlatilag megtörténik az, ami kell nekünk, mert amit én megadok, hogy parancsorban mi a bemenet, a rule végigfut, és megkapom a kimenetet. Azt, hogy a hálózati eszköz ebből mit csinálna. Úgyhogy én ebbe voltam belefeledkezve kb. Egész héten, ezzel foglalkoztam, és rengeteget tanultam. Jó pap holtig tanul, jó hacker is holtig tanul. Ez is, ugye a hackerés az nem csak abból áll, hogy szekuritizunk, hanem abból is áll, hogy valamit így piszkálunk, és kicsit toldozzuk, foldozzuk, újra próbáljuk, try, és fail, sőt, és error, és try harder, tudod. Hát ez ilyen. Na úgyhogy nekem kb. Ilyenek voltak, meg jaj, hát meg ilyen kötelező dolgok, hogy kicseréltem a kerekeket az autón. Lehoztam a padlásról a négy téli kereket, a szettet, és akkor nekiálltam, és kicseréltem. És akkor mondta a szomszéd, mikor látta, hogy mit csinálok, hogy adjak darálót. Nem értettem, hogy milyen darálót, micsodát, és mondta, hogy neki van ilyen izéje, hogy ez így pillanatokat megemeli az autót, nem kell semmit csinálni, csak az így megemeli, meg nyomaték kulcsot adjon, meg mit tudom, és mondom, hát igazából nem kell, köszönöm. Én nem szivatom magam azzal, hogy én a tekerős kézi emelővel emelem föl a kocsit, mert én ezt így szeretem csinálni. Ez nekem nem érzem szivatásnak, nekem ez egy jó érzés, hogy így összeautózom a kezem, meg hogy így beleizadok az autózásba. Úgyhogy én ezt így csináltam, és a nyomaték kulcsa kapcsolatban is ugye az van, hogy a gépkönyv, az autónak a gépkönyve határozottan azt írja, pont nem emlékszem rá, hogy mit ír, de lényeg az, hogy van egy az autóhoz adott kulcs a kerékhez, aminek adott a mérete, a hossza, és hát az van, hogy azzal meg kell tudni úgy húzni, hogy az jó legyen. Most ennek nem véletlenül akkora a mérete, amekkora, akkor az erőkar, amekkora, így gyakorlatilag azzal se túlhúzni nem tudom, nyilván túl az ára tudom húzni, de hogyha azzal jó alaposan megtépem, én mint átlagos, teljesen átlagos erőnlétű és fizikumú ember, meg tudom ezt úgy csinálni, hogy nem kezd el hidegen folyni a csavar, meg nem is lesz laza. Úgyhogy eddig ez így a hosszú-hosszú évek során ez így mindig bevált, kicsit majd utána húzok, amikor mentem vele egy pár kilométer, de egyébként tök jó ment, úgyhogy ki van cserélve most már télire a teljes szett, mert csak a belsét kell kitakarítani, és akkor megint utolértem magam autó szempontjából. Tehát ilyen kis apróságok mentek így a napokban. Mi van veletek, nálatok? Én nem voltam még gumicseré, megmondom őszintén, még időpontom sincsen, mert hogy az a családi autó, amivel együtt is mentünk, azon 4 évszakost rakattam föl tavaly, mondván, hogy azt úgyis keveset használjuk. Az elektromoson meg nem kérte időpontot, mert végre ma le tudtam adni a szervizbe a vasat, úgyhogy nem tudom még pontosan, hogy mikor kapom vissza, és majd utána fogok időpontot kérni rá. Úgyhogy remélem, hogy meg tudják orvosolni minden problémáját. Lesz egy kis felújítgatás benne, meg hát ami ilyen igen fájó dolog az, hogy múltkor, nem tudom, 2 hete sikerült egy autópálya felhajtón belemennem egy kátyúba, és azóta a jobb eleje az zörög, tehát ott szerintem a leges csillapító kapott egy gyönyörűt, és mondtam, hogy nézzék meg azt is, meg pollen szűrőcsere, meg minden, ami ilyenkor kell, úgyhogy ez lesz a jövő hétnek a várakozása, hogy mikor készül el az autó. Egyébként én is ilyen éppen, hogy beestem most itt a felvételhez, mert reggel elindultam, ugye olyan, hát nem tudom, 8 óra után nem sokkal leadtam a szervizbe a kocsit, majd hazajöttem vonattal, és utána indultunk el akkor így a asszonypajtással, hogy akkor most járjuk végig a temetőket, meg mi is hűtőgépvásárlásban vagyunk, vagy nézelődünk legalábbis. Úgyhogy az egész nap az így furra elment.
gyakorlatilag, de amit tudtunk, azt elintéztünk, de egyszerűen nem találunk olyan hűtőszekrényt, ami jó lenne, vagy nem tudom. Mert ugye nálunk az a helyzet, ezt talán már mondtam egy régebbi logbookban, hogy van egy hűtőnk, ami most volt 10 éves nyárom, és nagyon szeretjük, csak annyira nofrostos, hogy elkezdett jegesedni. És nem tudom, 3 szerelő látta, és senki nem tud vele mit csinálni, fogalmuk nincs, hogy mi lehet a baja, úgyhogy kéne akkor venni másik hűtőt. Na de, hogyha másik hűtőt veszünk, akkor ugye jön az én drága feleségem, és mondja, hogy akkor annak már nagyobbnak kell lennie, mert hogy nem férünk el, már nőnek a kölykök, stb. A fagyasztóból is nagyobb kéne, úgyhogy akkor rögtön kéne a kombinált hűtőfagyasztó helyett egy hűtő, meg egy fagyasztó, ami anyagilag egy rendkívül jó dolgot vetít előre, plusz, ami még érdekes benne az, hogy nekünk az a hűtő, amiben van rakva, és ugye köré lett építve a konyhabútor, az ugye mintegy 201 cm magas, és ami meg olyan hűtő és kapható, hogy ugye csak hűtő, tetőtől talpig, abból nincs ilyen magasságú, csak nem tudom, 185-ös meg 186-os, tehát gyakorlatilag ott lesz a hűtő teteje fölött, akkor nem tudom, hogy 15 centis rés, amitől én előre hülyét kapok. Ezt én is élem, mert nálam ugyanez van. Ugyanezek a méretek, és ugyanez ez a luk tátong ott a hűtő felett. Mi ott tartjuk a kutyakekszet a hűtő tetején? Hát nem tudom. Én még barátkozom a gondolattól, hogy mi lesz, de mondom, egyelőre nem is találtunk olyan hűtőt, ami jó lenne, mert amit kinéztünk, és hát mondjuk középkategóriás árban, ami azt jelenti, hogy már drága, az olyan, hogy tök jó lenne minden szempontból, de olyan idiótán csinálták meg, hogy nem tudod a polcokat benne áthelyezni. Tehát a polcoknak nagyjából fix helye van, és nem tudom azt csinálni, hogy most följebb rakod, vagy lejjebb, úgyhogy az így kiesik. A másik, ami tök jó lenne, meg még méretben is jó lenne, az meg nem tudom, nem nofrostos, úgyhogy és majd kell még helyet találni a fagyasztónak is, hogyha veszünk hozzá, hogy na az hol legyen, mert hogy a konyhában annak nincsen helye. Szóval ilyen problémákkal küszködök mostanság. Szerintem majd szívesen várok ilyen beszámolókat, hogy mivel érdemes eltakarni a rést, a 15 centis rést. Amúgy nincs ott semmi. Engem széttriggerelt az elején, de gondolom őszintén, ha bármit raktam a hűtőtetejére, az még jobban szavart. Mert ők ugye olyan szabálytalanná tette azt a négyzetet, az üres négyzetet, és az nem tudom, akkor még szembetűnő volt, mert így igazából az óvatlan szem adott esetben ki se szúrja, de hogyha valamit oda pakolsz, akkor igen, de... Még azon is gondolkozom, hogy veszek egy ilyen bútorlapot, ami oda való, még az felból van, az a színvel, és akkor azt fölfogatom még nem tudom belülről, hogy legyen egy ilyen takaró léz, de hát mondjuk az én technikai tudásommal ezt megoldani, az lehet, hogy csúnyább lesz, mint hogyha ott hagyom a lyukat. Na igen, hát figyelj, ilyen vaspántal oda lehet rakni végül is, csak akkor belül fogatod meg, de igen, lehet, hogy nem dobtad, de annyira nem néz neki. Vagy kell csinálni a hűtő alá egy 15 centis zsámolyt, és akkor na igen. Magasabban lesz egy kicsit, nem kell olyan mélyre hajolni, teljesen jó lett. Egyébként tényleg ti tudtok erről, mert mondjuk te kéne fagyasztó, és a fagyasztónak a helye az most várhatóan, így nem tudom, az étkező tájéken lesz, ugye ott viszont fapadló van, és én mondtam, hogy én kicsit azért így fázok attól, hogy fagyasztót így fapadlóra rakjunk be, nem tudom, elkezd ott csöpögni, vagy le kell olvasztani, vagy mit tudom én, akkor az nem annyira egészséges, és azt mondja az én drágám, hogy látott olyat, hogy ilyen kiegészítőként, hogy az aljára lehet ezeknek rakni csöptálca. Valami, nem csak tálca, valami kereket. Tehát, hogy legyen alatt, amit egy kerék még, meg minden, hogy mindegy alá tehet, hogy 4 kerék, és tudod így kurítani jobbra-balra. Mert akkor meg lehetne azt csinálni, hogy amikor esetleg le kell olvasztani, akkor begurítod a konyhából, viszont kő van, és akkor ott olvasztod le. Hát meg lehet, viheted magaddal a mit tudom, különböző szobákban, tehát kötsz rá egy kis fogantyút, vagy a madzagot, és akkor tudod húzni magaddal. Hosszabbítóval, ja. Egy hosszabbítóval, tehát átdugod addal, az alatt nem olvad le, amíg kihúzod az egyik helyről, és akkor mindig van veled egy hűtőláda, milyen jó érzés. De hogy ez így működőképes egyébként? Tehát ez ugyanúgy néz ki, mint egy álló hűtő, ugye csak fagyasztó, tehát nem ilyen láda, hanem ilyen hűtőméret, de hogy én nem láttam még ilyet, hogy lehessen rakni kereket így pluszba, hogy vidáman lehessen mozgatni. Nem tudom, én járatlan vagyok ezen a fronton. Igen, a fizikai fronton. Fizikai világban nem vagyunk otthon. De nincs otthon van. Hát, ja, nyilván, de... Hogy miért? Azt már újjuk el. Nekem jó a hűtőm, és nincs bele bajom. Elégedett vagyok vele, és boldog. Igaz, hogy nekem is egy jégtömb az egész, ahogy hívják része, a fagyasztó része, ugyanis
az is a minap történt, csak erről nem beszéltem, hogy feltűnt, hogy nincsenek egy vonalba a hűtő ajtajai. És azért nem voltak egy vonalba a hűtő ajtajai, mert ki tudja mióta nyitva volt résnyire a fagyasztónak az ajtaja. Senki nem vette észre. Úgyhogy mikor megpróbáltam becsukni, akkor feltűnt, hogy nem lehet már becsukni, szóval jobban kinyitva, hát tényleg jégcsapok lógtak belőle, úgyhogy le kellett tördelni róla a jeget. Így szerencsére kézzel le lehetett róla törni még, meg a fiókokról is, hogy ki lehessen őket húzni, és akkor vissza lehetett utána csukni. Lassan-lassan le kell olvasztani, ugyebár majd, és akkor úgy szépen megcsinálni, hogy jól nézzen ki, de hát ahhoz, hogy azt leolvasszuk, ahhoz valahova kell tenni a benne lévő fagyott holmit. És a benne lévő fagyott holmit pedig, nincs másik, amiben áttegyük, szóval azon gondolkodtam, hogy meg azt úgy szoktuk csinálni, hogy ezt télen csináljuk, amikor kint fagypont van, fagypont környéke, lehetőleg alatta, és akkor kivisszük az erkélyre. És akkor amíg az erkélyen ott tartja a hőt a cucc, vagyis a hideget, addig lehet a belsejét takarítani a hűtőnek. De hát mondom, ez még a jövő zenéje, mert most egészen enyhe idők vannak, egészen enyhe. Bár most eléggé esik az eső, de mert ez még mindig nem fagy. Igen. Viszont és milyen a szomszédokkal? Lehet, hogy ők átveszik, nem? Akik olyan kérdésen ajánlanak neked szerszámokat, meg nem tudom. Mondanak, hogy nem szerszám kell, hanem egy kis hűtő, vagy egy kis helye fagyasztódba. Ez a baj, hogy lehet, hogy megijednének a végtagok láttán. Jaj, igen. Az lehet, igen. Tényleg. Ilyen néző amerikai pszichósan, ilyen bezacskózott fejek, meg nem tudom. Ja, nézem, ahogy hívják ott a Dahmer sorozatot, nem tudom, láttátok-e? Nem? Ismerős a név, Jeffrey Dahmer? Persze, hát a sorozat miatt most mindenki ismeri. Igen. Valami kanibál. Rájöttem, hogy nem akarom mérgezni magamat igazából ezzel, úgyhogy kihagytam. Aha. De neked hogy tetszik? Ez marha jó. Mármint, hogy annyira marha jó lehet egy pszichopata vagy szociopata sorozatgyilkosról szóló sorozat, de hát tehát jó, én jónak találtam. Érdekes, és kellően borzasztó, de tehát azért úgy van megcsinálva, hogy tehát nem annyira nagyon véresen, inkább így tehát sok minden van a lelki dolgokról is, meg arról nagyon sokat, tehát arra is nagyon ki van hegyezve, hogy ugye a rendőrségnek mekkora szerepe volt ebben. Mert azért óriási nagy szerepe volt ebben, például az egyik áldozatot konkrétan a rendőrök kísérték vissza a sorozatgyilkoshoz. Igen. Úgyhogy... Az segítség. Hát ez nagy segítség, igen. nem egy... könnyű műsor, tehát én nem bírok több részt megnézni belőle egyszerre, pedig azért én elég nagy sorozat binge-elő vagyok, de ebből azért nem annyira megy, viszont kíváncsi vagyok rá, meg érdekel, meg azért tehát ezek a dolgok engem érdekelni szoktak, van egy ilyen, hát nejemmel szoktunk egyébként ilyen izéket nézni, ilyen true crime dolgokat nézni, és hát ezt is együtt nézzük. Ja, hát érdekes. Na mindegy, szóval igen, ő volt az, aki a hűtőjében tárolt a fagyasztójában különböző szerveket, meg egy egész emberi fejet, és hát ő meg is ette az áldozatait, vagy hát nem is az egészet, de vett belőlük. Szóval ezért jutott ez most eszembe. A másik, amit meg elkezdtem nézni, az meg a Megfigyelő, de nem is erről akarok beszélni, hanem képzeljétek el, hogy tegnap megnéztem ezt az új hackeres filmet szintén a Netflixen. Na, mi a címe? Mi a címe? Várja. Az etikus hacker. Oh, magyarul. Istenem, az etikus hacker. Az etikus hacker. De én megnéztem a trailert, és tudtam, hogy no way, hogy erre egy percet is nem szánja. Néztem meg a trailert, az van, hanem hogy így megláttam a címet, amikor feldobta nekem a Netflix, és akkor úgy voltam vele, hogy jó, hát úgyis csinálok valamit, most éppen benne vagyok valamiben, akkor a háttérbe hadd menjen, néha felpillantok a kijelzőre, és akkor ha jó, akkor majd nézem, ha nem, akkor meg nem kár érte. És hát ez nagyon-nagyon, hogy is mondjam, csak ilyen mesébe élő történet volt. Pont a csatornán beszélgettem a többiekkel erről, aki valaki ajánlotta, és hát aztán első 5 perc után ő is mondta, hogy bocsánat, végse ajánlja. Na hát én is hasonlóképpen voltam vele, tehát így képzeljétek el azt, hogy bemegy egy helyre, ahol át kell vizsgálnia, mondjuk, hogy pentesztet kéne csinálnia, de mondjuk auditálnia kell egy szoftver megoldást, és akkor bemegy a datacenterbe, kihúzza a laptopjának, ráteszi a laptopját a kis izére, kis asztalkára, rácsatlakozik a mainframe-re, és egy szövegszerkesztő, vagy ilyen ide felületen elkezd olvasni a program kódot, ami nagyon szépen formázott dolog, amit így szabadon olvashat, ott az éles szerverem, majd elkomorul a tekintete, és azt mondja, hogy ez mi? Ennek biztos nem kéne itt lennie. Valaki lopja az adatot. Ki lehet az? Küldök az adatok helyett rájuk egy trójait. És akkor... Hoppá. És akkor így kicsit billentyűzik, meg kattingat az egérrel majd, képváltás,
és egy távoli, nem tudni milyen országban, de valahol egy ilyen, mint egy szok irodában, tudod, ahol így vannak a számítógépek, és egy nagy kijelző a falon, meg minden, ott az összes számítógépen elkezd egy ilyen középső ujjat mutató kéz megjelenni. Felpattannak, hogy úristen, bejutottak, visszajutottak hozzánk, lebuktunk, meg mit tudom. Tehát ilyen szintű csodálatos hekkelések vannak benne, illetve maga a sztori is körülbelül olyan abszolút váratlan, de dramaturgiai fordulatokkal rendelkezik, mint például megszökik a csaja izéből, az üldözői, mert nyilván utána mennek, tehát így, aki ugye rájuk küldte ezt a cuccot, és akkor utána mennek, és akkor el kell kapni, és elmenekül biciklivel a BMW elől, nagyon ügyesen, majd hogy lehet, hogy Audi volt, tök mindegy, de valami, tehát egy autó elől érted, de jó, hát mindegy, ügyesen csinálja egyébként, mert bemegy olyan helyre, ahova nem mehet be autóval senki, és akkor... Ki van a behajtani tilos? Kint van, és akkor ott megállnak bűnözők. Nem, hát ilyen megállnak, sétáló utcát, ahol vannak ilyen karók, meg ilyesmi, nem tudsz bemenni. És egy a lényeg, hogy akkor ő életbe léptetik a B-tervet. És amikor ezt mondja, hogy akkor legyen a B-terv, akkor a csaj arca a képernyőn ilyen dróthálóra feszítve a face scan így elkezd forogni, és akkor így eszembe jut, hogy fú, tudti, hogy valami deepfake-et fognak csinálni, és majd azzal megzsarolják a csajt, vagy sarokba szorítják. De hát biztos nem ez túl olcsó poén lenne, vagy túl egyértelmű lenne. És mi történik a filmben? Egy deepfake eljut a rendőrségre, ahol megöl valakit a csaj, és akkor egyből már rendőrök is rámennek, és akkor tőlük is menekülnie kell. Tehát ilyen váratlan fordulatokkal van tele a film. Mindegy. Hát én azért nem bánom, hogy megnéztem, és nem követelem vissza az időt, amit elvett tőlem, mert közben valami hasznosat csináltam, és akkor így nem volt kár érte, de hát ennyi erővel a izé is mehetett volna, tehát a rádió is szólhatott volna, vagy a, nem, az még jobb lett volna, mert legalább a zene jó, tehát amit a pozitívumként tudok a csajra, és hát a filmre írni, hogy a hacker az billentyűzettel, Istenem, biciklivel közlekedik, mint minden valamire való hacker, úgyhogy ez pozitív, csak egy túl sok váltó meg fék volt a kerékpárján, de hát semmi sem lehet tökéletes, ugyebár. Van, akkor ezt felírom a mit ne nézzek meg listámra. Nyugodtan, tehát ezt ki lehet hagyni. Lassan egyforma hosszú lesz a két listám, tehát... De váltod... Nem akarom, elszpoilerezzük szerinted a végét? Azt nem illik. Nem illik, jó? Akkor nem, senki, nem? Nem spoilerezzük el a végét, de egyébként tudtátok, teljesen függetlenül a filmtől, tudtátok, hogyha van egy deepfake videó, amin nem ti vagytok, de a ti arcotokkal, ha megtaláljátok, hogy honnan vették a arcmintát, akkor az a deepfake videó az egyből visszaváltozik nem deepfake videóvá, hanem az eredeti embernek az arcává. Ezt teljesen függetlenül mondom most így a filmtől. Mindig tanul az ember valamit. Ja. Nice. Szenga, mesélj te is valami jót. Én inkább kérdeznék, hogy visszatér meg egy pillanatra a sorozatokra. Szerintetek miért van az, hogy ezek a sorozatgyilkosos filmek és sorozatok ennyire futnak? Ezek ennyire sikeresek? Mit triggerel ez, vagy miért? Mert bármelyik ilyen kijön, az tudja, hogy ilyen toplistás lesz. Tehát borzongás faktor, tehát az szerintem mindig egy olyan dolog, hogy van egy olyan érzés az embernek, amikor ezt nézi, hogy akár a szomszédom is lehetne az illető, és hogy akár holnap belefutatok egy ilyenbe én is, és ez szerintem így érdekesebb, vagy izgalmasabbá teszi a dolgot, meg talán egy kicsit így segít, mert ez lehet, hogy hülyenzik, de segít felkészülni arra, hogy ne legyünk áldozatai egy ilyen helyzetnek. Például nekem, én egy kicsit örültem, hogy a lányom megnézte ezt a sorozatot, ő volt az, aki elkezdte nézni, vagyis hát aki, nem, az volt, én elkezdtem nézni, majd mentem be a konyhába otthon ez egyik nap, és akkor a lányom éppen nézett valamit, és mondom, mit nézel? A laptopján nézte, és akkor mondja, hogy a Damert, mi? Azt nézett te is. Aha, igen. És akkor beszélgettünk róla, és abban a szempontból jó volt, hogy ugye itt a Damer, ő klasszikus predátorként bedrogozta az áldozatait, felcsábította a lakására, bedrogozta őket, és bedrogozott áldozatokat végül, hát elég csúnya dolgokat művelt velük, majd miután meghaltak, még csúnyábbakat, és na, az a lényeg, hogy az nem rossz egyébként, hogy a gyereknek el tudom mondani, hogy látod, ezért van az, hogy nagyon kell vigyázni, hogy mit iszol meg, vigyázni kell, hogy hova mész föl, hogy kivel, mert egyébként egy teljesen átlagos kinézetű ember volt ez a Dahmer figura, akit azt hiszem a Wisconsin-i kannibálnak neveztek, nem is biztos, hogy Wisconsinban volt, hanem valamelyik más államban, de mindegy, de konkrétan kannibálnak nevezték, mert hát tényleg evett belőlük. Úgyhogy, ja, én ezt gondolom, hogy azért, mert egy kicsit így
kapcsolódik valamennyire a valósághoz, és mégse arról van szó, hogy valaki egy láncfűrésszel rohangál a városban, és trancsíroz, mint a texasi láncfűrészes mészállásban. Például az egy ilyen jó kis kikapcsolódás, és ezért szórakozható, de itt van egy ilyen feszültség benned, hogy basszus, lehet, hogy holnap én is találkozok ezzel a figurával, vagy találkozhatok egy hasonló figurával. Felemelő. Igen, felemelő érzés, hogy akár Szabi is lehet az a következő sorozatgyilkos. Vagy hacker. Vagy hacker. Lehet, hogy az én szomszédom meg a hackeres filmeket nézi, és arra gondol, hogy lehet, hogy a szomszéd is egy hacker. Tényleg. És igaza van. Amúgy ez a autós kumicsere, nekem tegnap esett le, hogy vezettem a városba, és láttam egy szervizt, beláttam egy ilyen szervizba, konkrétan épp téli gumit cseréltek, és akkor esett le, hogy basszus, ennek most van itt az ideje, úgyhogy rám még vár ez a móka, illetve a motornak a téliesítése, még a szokásos ilyen novemberi mókám. Miután azért 100-ast ellocsoltam a szakszervizbe, mert nálam is az előső lengéscsillapítóval van egy kis gond, úgyhogy lehet, hogy ugyanott mentünk, Szabi. Csak egy motorra. Mert mindig nyomod a stop it. Igen. Szerintem ugyanott, hogyha ez ott volt, ahova te mentél a tréningre. Ó. Tehát, hogyha te ott mentél bele, akkor ugyanott volt. Nem, amúgy az a legjobb, hogy nem tudom, hogy mitől van ez. Szóval nincs egy ilyen trauma esemény, ami ezt tudom kötni. Az egyik pályázás után jött ki, de vagyis nem borultam vele meg semmi, úgyhogy érdekes, de a tevőr ez az ember hobbija, úgyhogy mindig öröm csippantani a bankkártyát a szakszervizben. De. És akkor most, hogy eltérésíted, akkor te is föltöltöd csurig a tankot, hogy ne rozsdásodjon a műanyag, meg nem tudom. Így van, az most kemény, mert ugye 100-as benzinnel kell elrakni, ami ugye már nem hatósági áras. Sose volt hatósági áras. Sose volt hatósági áras, igen. És az amúgy nem nagy tankot is megtölteni, elég komoly összegek, és mindig ott leveg a szemem előtt, hogy azért jó lesz majd, mikor kocsit kell teletankolnom majd a 800 forintos benzinnel, de hát el fog jönni, mert azért sokáig nem élhetünk ebbe a patyomkin álomvilágba. De igen, ez egyik része, hogy csurig kell rakni 100-assal, és még sok minden aksitöltés, meg a szokásos mizéria. Szengó, küldök egy képet, megvan, hogy kire emlékeztetsz ezzel a arcszőrrel. No. Jaj. Csak nem nyaldosod úgy a szádat. Rendőrautó hiányzik, amiben beültetik. Azért ezt most sértésnek veszem. Na, Ari, de ez ugrott be. De csak a külső, jó? Csak rossz a kamera állás szerintem, csak azért. Igen, lehet. Na jó, szerintem, hogy ilyen sok után inkább vegyünk fel egy adást. Jól van, csapjunk bele. Baj van, na, megittem akkor egy alkoholmentes sört, és ki kell mennem csúrantani. Szerintem menjél. Jó, sietek vissza, vagy kezdjétek el. Vagy használd az üres dobozt. Vagy, van még benne? Még van benne, úgyhogy ezt inkább nem használnám. Viszont hogy legyen beköszönnünk, és akkor megyek, és aztán majd csatlakozom, vagy... Szerintem menjél most, mert addig én ezt bepótlom, ezt a 3 bullet pointot magamnak. Jó? Oké, mindjárt jövök. Oké. Szia, ninja! Viszlát, ninja! Ránk zárt az ajtót. Hát, hogy fogom ezeket a híreket összekötni azért? Na jó. Feladod a leckét. Neki, ha úgy hallom, nyílik a zár. Igen, igen. És tudod, megjelenne egy ilyen besúranótól, akit elkezdi felfeszíteni ezért. És minél notebookot magával. Na, jelen.